Jó napot kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Köszönetet mondok Vučić elnök úrnak. Az elmúlt években kialakított együttműködésért, amellyel az Európára nehezedő migrációs nyomást mind a ketten védjük. Szerbia és Magyarország nélkül Ausztriában, Németországban, Hollandiában ma sok százezerrel több illegális migráns lenne, mint amennyi most van. Úgyhogy köszönöm az együttműködést az elnök úrnak. Köszönetet mondok a kancellár úrnak is, amiért a legutóbbi európai brüsszeli tanácsülésen kiállt Magyarország mellett. Egész pontosan megpróbált segíteni nekünk. Megpróbáltam a tanácsülésen elmagyarázni, hogy lehet, hogy vannak megoldások, amelyek jók a tengeren, de ugyanazok a megoldások rosszak lesznek a szárazföldön. Ezt a szofisztikált megközelítést kevesen értették, de az önök kancellárja világossá tette, hogy ez a helyzet. Megpróbált segíteni, nem rajta múlt, hogy nem sikerült. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Magyarország egy különleges helyzetben lévő ország. A keleti szomszédunkban, Ukrajnában van egy háború, és a déli határunkon keresztül pedig a legforgalmasabb migráns útvonal van. Nincs egyetlen ország se, aki ugyanebben a nehéz helyzetben lenne. Nem csak Magyarországot védjük, egész Európát, benne Ausztriát is védjük az illegális bevándorlókkal szemben. Tavaly egész Európában, Európa teljes határainak a mentén összesen 330 ezer illegális migránst állítottak meg. Ebből 270 ezeret a magyar-szerb határon. Mondom, érzik a számoknak a súlyát. Ha mi nem tennénk, amit teszünk, akkor önök nagy bajban lennének. A magyar modell, amely hatékony, egy nagyon egyszerű gondolaton nyugszik. Senki sem léphet be Magyarország területére, amíg az általa beadott menekültügyi kérelmet el nem bíráltuk. Bejönni akkor lehet, ha beadott kérelemre van pozitív válasz. Addig nem lehet belépni az ország területére. Ez a magyar modell, ez működik, és szerintem ezt kellene átvennie az Európai Unió minden országának. Sajnos nem ez történik. Most olyan szabályozást fogadtak el Brüsszelben, amely kötelező kvótákat ír elő, és menekültáborok, migráns gettók felépítését teszi kötelező a tagállamoknak. Ez nem csak Magyarországnak rossz, tisztelt Hölgyeim és Uraim, hanem önöknek, osztrákoknak is. Lehet, hogy az új jogi szabályozás segítséget jelent Olaszország felé, de biztosan rontaná az önök helyzetét Magyarország felől. Mert egy hatékony magyar modellt egy nyilvánvalóan nem működő új európai modellre kéne fölváltanunk. De szeretném tájékoztatni önöket, hogy nem fogjuk végrehajtani az Európai Uniónak ezeket a döntéseit. Nem fogjuk elfogadni a kötelező kvótát, nem fogadjuk el a migráns gettók és táborok építésére vonatkozó kötelezettséget sem. Meg fogjuk találni a jogi és politikai módját annak, hogy Magyarország a most legutóbbi brüsszeli döntés ne hajtsa végre. Szomorú a helyzet, de Magyarországnak nem csak az illegális migránsokkal, meg az embercsempészekkel, hanem Brüsszellel szemben is meg kell védenie magát. Meg is fogjuk tenni. Köszönöm szépen a figyelmüket.